Június hónapra 2%-kal csökkent az álláskeresők száma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a májusi adatokhoz képest, így számuk 643-mal csökkent. A munkát keresők számára 8000 lehetőséget kínál a megye. Jelenleg 4,5%-os a munkanélküliségi ráta hazánkban, a megyében ez a szám 9,3%. Korábban ez a 15%-ot is meghaladta, május hónapról június hónapra pedig tovább csökkent a regisztrált álláskeresők száma Szabolcsban is. 2017 első negyedévében a lakosság száma 431 ezer fő volt, közülük 261 ezeren gazdaságilag aktívak a 15-74 év közötti korosztály tekintve megyénkben. Ez 3,4%-kal haladja meg a 2016-os adatokat, 18.600 fővel nőtt. Júniusban összesen 4400-an, az egy évvel korábbihoz képest 11,4%-kal kevesebben kerültek be a foglalkoztatási szolgálat megyei nyilvántartásába. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelenleg 31.851 fő keres állást. A munkanélküliségi adatok javítására úgynevezett foglalkoztatási paktumok indultak. Ez a szám egyébként úgy oszlik meg, hogy 55%-a alacsony képzettségű, ez azt jelenti egyébként, hogy 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy még azzal sem. Éppen ezért tartja fontosnak a kormányhivatal is minden eszközzel segíteni azt, hogy itt folyamatosan szakképzésekkel, illetve más egyéb képzési formákkal tudjunk segíteni, mind a munkáltatóknak, mind pedig a munkavállalóknak. Tudni kell azt is egyébként, hogy nagyon sok program indult el, mind a TOBban, mind a GINOBban, sőt, most már azt kell mondanom, hogy a paktum megállapodásokkal kapcsolatban is, hogy ez megjelent megyei szinten, megyei jogúváros szintjén, illetve kistérségi szinteken is, és én úgy gondolom, hogy itt a munkavállalók, illetve a munkáltatók is nagyon aktív szerepet vállaltak a konzorciumi partnerek mellett. Az álláskeresők több mint fele, 52%-uk kapott valamilyen pénzbeli ellátást júniusban. Jelentős részük szociális, kisebb hányaduk álláskeresési támogatást. A nyilvántartásban szerepelt 5170 pályakezdő fiatal is, közülük 102-en rendelkeztek felsőfokú végzettséggel. Két vendéget is köszönthetek ma a stúdióban a témában. Kónya Attila az Origo Job Kft. Ügyvezetője és Revák Tünde Enikő az Origo Job Kft. Projektvezetője. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Mi az, amit tapasztalnak a megyei munkaerőpiacon? Ugye egy jó pár éve már megfigyelhető egy kettősség, egyfelől a munkanélküliség, hiszen 31 ezer munkanélküli még mindig itt van. Ugyanakkor munkaerőhiányt is tapasztalhatunk számos szakmában. Nagyon sok cég és vállalat küzd azzal, hogy nem talál megfelelő szakembereket. Önöknél ez hogyan csapódik le, és itt a megyében milyen képet tudnak erről festeni? Jelenleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legelterjedtebb a betanított munkavállalók, amelyet most ugye a legtöbb cég keres, rajtunk keresztül is most ez a legkeresettebb. Viszont a szakmunkásokra vetítjük le ezt a dolgot, akkor az asztalos, illetve a heggesztő az, amiből most itt a legnagyobb hiány van ebben a térségben. Elhangzott itt a bejátszásban, hogy a munkanélküliek képzésével próbálják a munkaerőhiányt megoldani, hogyan látják azok a képzések, amik indulnak, mennyire igazodnak a munkaerőpiac igényeihez? Igazából azt lehet elmondani, hogy itt hallhattuk a riportban, hogy nagyon alacsony képzettségűek ezek az álláskeresők, tehát sokan még 8 általános végzettséggel sem rendelkeznek. Ahogy kolléganőm Tünde is mondta, inkább arra hegyeznénk ki, hogy tehát itt betanított munkásokra van szükség, de az is nagyon fontos, hogy valaki hajlandó legyen arra, hogy bizonyos folyamatokat betanuljon, elsajátítsa azokat a dolgokat, amik szükséges a munkavégzéshez. És ezeknél a jelenkezőknél egy kicsit ez nehézkesebben megy. Hogyan alakul a magasabban képzettek munkaerőpiaci helyzete? Ők könnyebben el tudnak mindenféleképpen helyezkedni. Azt lehet mondani, hogy nagyon rövid időn belül. Vannak olyan, például letek itt, emeljük ki a hegesztőket. Tehát nagyon rövid időn belül el tudnak helyezkedni, viszont nem biztos, hogy ők ebben a megyében találják meg a munkavégzés helyét, hanem vagy egy távolabbi helyen, vagy az országnak a másik végébe, vagy esetleg külföldön.
Mennyire jellemző a fluktuáció egy-egy munkahelyen? És nagyon sok cégvezetőtől hallottam, hogy nehezen tudnak tartósan megmaradni a fiatalok egy-egy munkahelyen. Nagyon nagy a kihívás, az elvárások, a fizikai megterhelést kevésbé bírják, és nagyon gyakori, hogy felveszik, és aztán a hosszú távú beválás az már nem annyira jellemző. Az én véleményem szerint ez egy kicsit generációs probléma is, tehát nem csak... Tehát itt az elmúlt időszakban azt lehet mondani, hogy egy kicsit megváltozott a kultúra, és látják a médiából a fiatalok azokat a, nem tudom, hogy mondjam. Könnyebb pénzezési lehetőségekre. Igen, celebeket, sztárokat, vagy hogy akár tanulás nélkül is egy magasabb jövedelemhez lehet jutni. Ugye mindannyian láttunk ilyet. Nyilván itt sem szól arról a történet, hogy aztán az a pénz, ahogy jött, az úgy el is megy, és nem tartós megoldást jelent az életvitelre, tehát nem egy tartós és stabil jövedelmet jelent, de mégis azt gondolják, hogy ez lehet a megoldás az ő céljaiknak a megvalósítására. Beszéltünk már itt az alulképzettség problémájáról, de mi a helyzet azokkal, akik magasan képzettek, magasan kvalifikáltak? Itt a megyében van-e elegendő lehetőség a számukra, illetve említette már az elvándorlás kérdését is, ami meg nem csak feltétlenül végzettséghez kötött, hiszen minden szinten azért jellemző ez a különösen a külföldre vándorlás. Könnyen el tudnak helyezkedni. Tehát van is lehetőség, van munka lehetőség. Mérnökök nagyon keresettek. Most mindegy, hogy építész, gépész mérnököt, vagy egyéb mérnököket veszünk. Nagyon könnyen el tudnak helyezkedni. Nagyon sok gyártó cég települt ide, akár Szabolcs megyében, Nyíregyháza környékére, de több más település köré is. És ezek a munkahelyek felszippantják ezeket a munkavállalókat, amennyiben itt akarnak. Mik a legkeresettebb szakmák? Ugye betanított munkást azt említette. Igen. De milyen szakmák azok, amiben szinte korlátlan mennyiségben tudnának elhelyezni? Hát a betanított munkásokon kívül ugye szakmatéren a hegesztő az mindenképp, tehát belőlük itt Magyarországon nagyon kevés van. Az asztalos, a kőműves, a villanyszerelő, ez mind-mind olyan szakma, amiből sajnos nagyon korlátozottak a lehetőségek. Szolgáltatóipar? Nálunk ez nem annyira jelentkezik, tehát ezzel kapcsolatosan nincsenek olyan széles körű tapasztalataink, hogy itt most ezzel kapcsolatban tudnánk nyilatkozni. Vendéglátás, élelmiszeripar? Élelmiszeripar megint egy olyan dolog, hogy nyilván oda is folyamatosan keresnek munkavállalókat, de ott is inkább az egyszerű betanított munka a jellemző. Azért maga a cégünk profilja is hozza magával azt, hogy rajtunk keresztül általában a kevésbé képzett, de dolgozni akaró, mobilis és tényleg tanulni akaró munkavállalókat keresik. Változott-e a munkáltatók igénye abban a tekintetben, hogy mi az, amire koncentrálnak akkor, amikor egy munkaerőt kiválasztanak? Tehát csak az iskolai végzettséget tekintik, vagy valamilyen egyéb kompetenciák, vagy esetleg személyes készségek azok, amik inkább dominálnak egy munkaerőfelvételnél? Én úgy gondolom, hogy ez az utóbbi időben változott, és már nem csak a papír számít. Nagyon fontos az, hogy ki mennyire motivált abban, hogy azt a munkát megszerezze, és hogy ott akarjon dolgozni. Tehát nagyon sok olyan munkalehetőség van, ahol el lehet sajátítani azokat a munkafolyamatokat, amikre ugye keresik a munkavállalókat. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy aki dolgozni akar, az talál munkát, és el tud helyezkedni, és meg tudja állni a helyét. Tehát igazából ez a leglényegesebb. Tud annyi pénzt keresni, amennyivel itthon tud boldogulni?
Én úgy gondolom, hogy most már kezdünk egy kicsit felzárkózni az elvárthoz. Nyilván vannak olyan helyek, ahol egy kicsit jobban lehet keresni, van, ahol kevésbé. Nyilván azok a cégek, ahol egy magasabb juttatási csomag van különböző kafetéria rendszerekkel, ott mindenféleképpen hamarabb, tehát oda hamarabb mennek el dolgozni a munkavállalók, és ugye hamarabb is töltik fel az üres helyeket. Lehet azt mondani egy kicsit, hogy most már versenyeznek a munkavállalókért. Elég komoly változáson esett át a munkaerőpiac, tehát az utóbbi években. Köszönöm szépen, hogy a vendégeim voltak ma este. Köszönjük szépen.